7 óra elmúlt 20 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt van a Lajos, itt van a Bokci. Meg a Bocsi is. Hello. Hello. És gyorsan az SMS-ek. Először egy MMS, valaki, nézzétek meg, hogy mérte meg a havat. Aha. Ez egy, igen, egy arasz. Ez egy, ezt hívják arasznak a hüvelykújtól a mutatói? Igen, aha. Több mint igen. Egy arasz. Akkor Dobri Morgan, Istennek jó étvágyat, a sok finomsághoz üdv Picúr Jocó és Pöpi. Köszönjük. Pöpi, köszi. El se búcsúztam tőle. Jocó, igen. Ildikó a jéghegy alatt a helyed, üzeni Subi. De mosolyal, Ildikó, ne haragudj rá. Ildi, nem akarod, hogy szeressünk? Hallgass MHV-t, királylány, tudod? Ja, igen. Mennyhárt, Homonyik, Vikidál. Igen, igen. Álmodj, királylány, de a szóló Homonyik volt egyébként. Ah. Ugye? Igen, igen, igen. Ahogy a mesében új bíj. Hé, és még hangban is volt, hangban. Én kérek elnézést. Semmi baj, jó reggelt. Kedvencem, én például szavaztam a Quimbyre. Nem is Neo, hanem Bumerang és Ezeröcsi hallgató vagyok. Egy másik Ildikó. Az már Neo. Ugye, Lajos? Bizony. Döbbenet. Van, aki nem tudja, hogy ez egy műsor, és nem egy jellemrajz. Igen. Tegnap megszületett, ott próbáltuk az anyukát felhívni, aki éppen szülni ment. Igen, és aztán végül is nem vette fel a telefon. Tegnap született kislányomat. A Bumerang szignálra fogom ébreszteni, és remélem ő is megéri, hogy a ti műsorotok alatt fog szülni 20 év múlva. Köszi, hogy megpróbáltatok felhívni tegnap. Ez egy jó kívánság. Szép gondolat. Igen. Na, nem is fogunk most a terhes, illetve a frissen szült anyákról beszélni, milyen gyorsan mennek vissza a munkahelyre, mert egy teljesen friss téma van itt előttünk. Lederer Ákos esete, az RTL Klub kitűnő sportriportere. Uh-huh. Hallottátok az esetet? Nem. Nem hallottátok? Nem. Jéghoki meccs volt, Alba Volán, Fehérvár. Hoppá. A Gasper, nem, a Gasper az a srác. Ki ellen játszott? A Jesenice. Jéghoki mérkőzés. Uh-huh. Van egy pár percetek, ráértek? Átledőltünk. Igen, mindenki ráért? Igen. Jó, mert szegény Lederer Ákos letiltották. Mondod 3 hónapra a közvetítés miatt. A Jégkorong blogon pedig tiltakoznak a letiltása ellen, mert azt mondják, hogy Lederer Ákos olyan fantasztikus elánnal és vehemenciával és átéléssel közvetítette, hogy az hozzátette a Jégkorong meccsek izgalmához. Uh-huh. Na, mi szokott egy jégkorong meccsen történni? Hát nagyjából minden. Többnyire lassításkor tudjuk meg. Tehát igen, nem egy olyan élvezetes. Igen. Dolog. Azért kérdeztem, hogy ráértek-e, mert ugye a jégkoronghoz hozzátartozik a verekedés. Hát csak. Sőt, tehát az a lényeg. Így van, így van. Na most én szerintem egy sportriporter, ha ezt is közvetíti, akkor érti a szakmáját. Akkor érti a szakmáját. Tehát átmegy a jégkorong tudása egyből box tudásba. Uh-huh. Igen. Más sportriporterek személyesen elhallgatnak, amikor például az egyes szektorok berontanak a pályára. Nem tudják, elfogy a szókincsük, nem tudják rendesen közvetíteni a verekedést magát. Pedig milyen izgalmas. Pontosan. Na, akkor most megmutatnánk nektek, ha tényleg hallgatók is ráérnek? Igen, nagyon. Ja, hogy lelassított, hogy nézzük a korong merre megy. Nem lelassítjuk, hallgassuk meg Lederer Ákos közvetítését. A két főszereplője Nagy Gergő lesz, ugye a fehérváriak játékosa, és Gasper Suzány, a Jesenice játékosa. Ők ketten. Így van. Indul akkor tehát a menet, és itt még normális korongozás történik az elején. Figyeljetek! Nadányi! Megvan a korong! Nagy mehet! Nagy viszi rá! Nagy viszi el az ember mellett! Nem látta a bíró meggyőződésem, nem adott kiállítást! És egy verekedés kezdődik most. Ott viszont megint egy kis verekedés a kapu előtt, a másik oldalon, a mi kapunk előtt is ledobják a kesztyűt a játék, ledobta a kesztyűt az egyik szomén, náluk megmegy a harc, most már Nagy is ledobta, meg kéne állítani a játékot, verekednek Nagy közben, óriási nagy verekedés, Nagy Gergő és az ellenfél között, na gyerünk Geri, gyerünk Gergő, bátran, akkor kapod a szomén, ütiveri, ez az Geri, gyerünk! Tépi a fejét. Nagyon akarta a szlobén, nagyon akarta, hát megkapta a szlobén srác. Nem jó közvetés. Most lesz vége. Bravo Gergő. Nem, még
nincs vége, még mindig nincsen vége. Talán majd most lesz vége a dolognak. Már-már leütötte. Érdekes volt egyébként a szituáció. Vérző fejet. De még fekve is verekedne. Már rég vége kéne, hogy legyen a történetek egyébként. A vezető bíró ugyanis hagyta a dolgot. Bravo, Gergő, ez a... Gergő közben mutat a ujjában. Hogy kivégezte a szlovént, igen. A szlovén véresen fekszik a jégen, csak mondom. Szlovén is büszke. Bajta magának a szlovén egyébként. Nagyon kereste magának. Hát bravo öreg, mehetsz majd pércelni a kórházba. Látszott, hogy is Gergő nem akart először verekedni. A szlovén ledobta a kesztyűjét, és aztán később beleállt. Nagy is mondta, hogy hát ha jössz, akkor megyek én is. Azért volt egyébként érdekes a szituáció, mert a másik kapunál legalább kétszer lőhettek volna gólt a szlovénok, és nem állította meg a játékot a játékvezető. Ezért egyébként jár a végleges kiállítás. 7 perc van még hátra ebből a harmadból. És természetesen jár a végleges. Bár, hogy mennyire természetes egyébként, ez majd egy érdekes dolog lesz a play-off-ba, ugyanis ott már a verekedéseket 2 plusz 2 perccel fogják díjazni. Abban az esetben, hogyha nem úgymond előre megbeszélt verekedésekről van szó, hanem egy kisebb csapaténál leesik úgymond a kesztyű a játékosokról, és úgy alakul ki belőle a verekedés, akkor már 2 plusz 2-vel fogják csak díjazni a verekedéseket. Itt viszont természetesen jár a végleges kiállítás, hiszen a korong ugye a körszéken sem volt. És így természetesen 5 plusz végleges a csapatoknak. Most még mindig nem folyik a játék egyébként, hanem föl alá. 4-1-re vezetünk tehát, hát ezzel a meccsen minden oda van. Csapott az arcába a mi Gergőnk az ütővel. Az nem a mi Gergőnk, mi Gergőnk a fehér. A fehér, akkor az ő arcába csapta. A falánk mögött. Mindent. Riáját is rámosolyog a játékvezetőre, és ezúttal el kell takarítani a szlovén játékos vérét. A baloldali körből, a baloldali bedobó körből. Már egyébként fölálltak a csapatok, nem igazán érzem, hogy néha a helyzet magaslatán lennének a bírók, mert simán bedobta volna a vonalbíró a korongot, úgyhogy még két ember egy vödörbe próbálja fölszedni a szlovén játékos vérét. És mondom, a verekedés kirobbanásánál is érdekes volt a szituáció, hiszen ugye ott is a volán kapuja előtt közben ment a játék folyamatosan. És íme Vas Jánosnak a gólja, a negyedik gólunk. Ezek ismétléseket kommentál közben. És nagyjából ennyi. Igen. Nagyjából ennyi. Én most mindenkit arra kérek, álljon fel tisztelettel. Lajos, te is. Bokci. Még én is. Így van. Ti is az autóban, Csilla is felállt, igen. Kérlek, a vendégünk is álljon föl, Laci. Így van, Gabi, te is. Nem. Egy óriási tapsot. Lédere Rákosnak! Ákos! 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 Látom, a Lajos nem ért egyet velem. Mi van, Lajos? Hát nem volt eléggé tágszerű a közvetítés. Mi van? Hülye vagy? Nem, az az igazság, hogy... Ez a közvetítés, ez a sport közvetítések csúcsa. Jobban kiakadtam volna. És egy dolog azért nem tetszett benne, azért a pártatlanságát elvesztette. Mi van? Az volt benne a jó. Mitől legyen pártatlan?